Schmidt Csaba polgármester egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt Pleyer Tamás egymaga tartotta meg a sajtótájékoztatót egy már befejezett útfelújítás helyszínén. Örömmel mondhatom, hogy a Gál István lakótelepen, ahogy az a képviselői programomban is szerepelt, a belső átjárhatóság, a közlekedés minőségvétele zajlik. Eddig is voltak eredményeink, de ebben az évben is nagyon látványos minőségi változás, fejlődés tapasztalható. Az egyik fontos eleme ennek a folyamatnak egy elkészült beruházás itt az 526-28-as tömbök előtt. Megújult a járda és az útfelület, a teljes útfelület. Ennek a kezdeményezője, ezt örömmel mondhatom, a lakosság volt. Az 526-28-ban lakók kerestek meg ezzel a kéréssel, hogy azon az áldatlan állapoton változtassunk, hogy itt az úton esődések idején megáll a víz. Emellett persze sajnos a kátyúzás minden évi kötelezettségünk volt, de most ezzel a minőségi beruházással úgy gondolom ezeken a problémákon segíteni tudunk. Tehát ez valóban egy nagyon fontos eleme az itteni zavartalan közlekedésnek. Itt befejeződött, néhány utcával arrébb pedig elkezdődött a munka. A 800-as tömbök előtti, az alsó gallát Gállal összekötő aluljárató kezdődő garázssor melletti útszakasz, amely az elmúlt, nyugodtan mondhatjuk, hogy évtizedek alatt olyan mértékben tönkrement, hogy itt is egyrészt a ráfigyeléssel, másrészt pedig a garázstulajdonosok, a környéken lakók kérésére itt is tudunk javítani a helyzeten, vagyis a mai napon, a mai szerdai napon elindulhatott is az útfelújítás, és ehhez, ahogy ezt tettük korábban itt az 526-528 előtt, ezúton is kérjük az érintettek türelmét, megértését, részben a magam, részben pedig a kivitelező nevében. Az 526-528 előtti beruházás az közel 14 millió forintot jelentett. Örömmel mondom egyébként, hogy közel 3 millióért a házak mögötti gáludvari járda is megújult, tehát valóban egy minőségi állapotot élhet meg most a környéken lakók sokasága. A Gál 800-assal szemközti, tehát a garázssor melletti útfelület pedig legalább 6 millió forintos beruházást jelent.